Ja, bejöhetek? Arra gondoltam, hogy játszhatnánk. Szóval akkor játszunk. Emlékszel, amikor még a suliba jártál? Egész nap tanultatok, és egyszer csak jött egy muzetanár. Hozott nektek mindenféle eszközt. Azokkal játszottatok. Most otthon vagy, otthon is tanulsz. Lehet, hogy elég sokat. De otthon is tudsz játszani velünk. Nézd körül az otthonodban, mennyi kincs. Ez egy kincses bánya, az egész otthonod. Tele van eszközzel, amivel játszhatunk. Most mi fogunk együtt játszani veled. Lehet, hogy éppen ülsz az asztalodnál és tanulsz. Látod, mennyi könyved, füzeted van? Használd őket, játsz velük. Lehet velük játszani, nem csak tanulni. Figyelj, van nálam is egy könyv. Ez egy pont egy nyelvtankönyv. Megmutatom. Például tedd fel a fejedre. Ha már megállt a fejeden, kezdj el vele forogni. Egyre gyorsabban. Figyelj, hogy el ne szédülj. Tudj megállni, és hogy a fejeden maradjon. Így. Na jó, ez elég szédülős. De használhatsz akár egy füzetet is. És utána próbálj meg vele legugolni. Én most fölfogok, nem, most le fogok feküdni. És egy percre fel is kell állni. Megteheted azt is, hogy egy lábon állsz. Mondjuk úgy, mint egy repülőgép, ahogy repül. Vagy ahogy egy gólya nyújtja a lábát előre és oldalra. De még használhatunk egy csomó eszközt a lakásból, például a konyhában. Kimegyek a konyhába. Kiveszek egy fakanalat. Azt hiszem, most le fog esni. Már érzem, hogy így pilleg egy kicsit a könyv, és hogy valami furán kell tartani a fejem. Aha. Semmi gond, leesik. Csak igazítsd meg, és folytasd a játékot. Szóval kiveszik egy fakal alatt. Választok egy nagyobbat, azt szeretem, ha nagy. Na. És az fog történni, ugye, hogy főzünk vele, de most mi nem főzünk, hanem egyensúlyozni fogunk. Már van egy könyvünk, most lesz egy fakanalunk. Ráteszem a könyökömre. Figyelek arra, hogy a feje az nehezebb, mint a másik vége, ezért megkeresem a súlypontját. Látod, megáll, nem nehéz. Ha azt érzed, hogy nehéz, mivel a fejedet kell tartani nagyon, akkor csak vedd le a könyvet. Csak tedd le az asztalodra. Próbáld megtartani először a fakanalat, és ha az már sikerült, akkor tedd vissza a könyvet. Aztán gyere, ülj le a konyha asztalhoz. Lehet, hogy anya éppen főz a konyhában. Biztos megengedi, hogy azért ott egy picit játsz. Leültem a konyha asztalhoz. Most az jutott eszembe, hogy talán biciklizhetnénk. Na figyelj. Ehhez egy picit helyezkedni kell a széken. Gyere, ülj előrébb. És most biciklizek, látod? Ha nem megy elsőre, akkor tedd le a könyvet. Tedd le a fakanalat. Tudod, fölépítjük ugyanúgy előről. Először csak megpróbálunk egyensúlyozni. Sikerült a biciklizés, akár repülhetek is. Próbáld meg a könyvvel. Biciklizeljen. Ha ez is sikerült, akkor jöhet a fakanál. Lehet, hogy többször kell megpróbálnod. Ne csükkedj. Nem olyan könnyű. Nekem is eddig ment most. Na figyelj. Menjünk vissza a szobába. Egy gyufa. Még magamhoz veszek egy gyufát. Jelent, hogy ezzel is tudnánk játszani. Fölteszem most ide, így fogok bemenni. Próbáld ki. Vagy leveszed a fakanalat, vagy azt is megtett, hogy a fakanalat így tartod. Akkor egy picit könnyebb. És akkor tudsz koncentrálni a gyufára és a könyvedre. Azt a könyvet tedd a fejed tetejére, amelyik tantárgyat leginkább nem szereted. Na, megérkeztünk a konyhába, a szobába. Ó, hát látod, leesett.
Kezdjük előről. Fölteszem a könyvet. Fölteszem a fakanalat. Csináljunk valamit a gyufával is. Fölteszem ezt is a fejemre. Aha. Látod? Ez is megállt. Mi csináljunk ezzel a fakanállal? Arra gondoltam, hogy dobáljuk. Nehéz a feje, ezért könnyen meg tudod forgatni. Tudod egy kézzel dobálni, át tudod dobni a másik kezedbe. Ha ez a dobás így nem megy, vedd le a gyufát és a könyvedet, csak próbáld ki így a fakanál dobálását. Arra figyelj, hogy a lakásban, amikor dobálod a fakanalat, nehogy megüss valakit, illetve ne essen olyan helyre, amire ráesik és összetörik. Például állhatsz az ágyad fölé. Na, ha ez meg sikerült, akkor gyere és tedd föl vissza a könyvet a fejedre. Egyensúlyozzuk a könyvvel. Jön a fakanál egyik kézbe csak, és utána eldobod a másik kezedbe. Fog menni. Egy párszor próbáld ki. Próbáljuk ki a gyufával is. Ez egy picit nehezebb, mert a gyufa elég könnyű és kicsi. Így rá kell markolni. Leteszem most a fakanalat. Nézd. Megpróbálhatod például a lábad alatt. Legyen először a kezed alatt. Tehát először a kéz alatt átdobod a gyufát. Aztán a lábad alatt. Ha ez nehéz, vagy azt gondolod, hogy még most nem megy, akkor vedd le a könyvet. Ugyanez, gyufa. Láb alatt. Esetleg, valószínűleg, azt gondolom, van otthon egy labdád. Fogj egy bármilyen labdát. Próbáld ki ezzel ugyanezeket. Egyik kéz. Beledobod a másik kezedbe. Ez biztosan megy. Aztán átdobod a karod alatt. Vagy felett. Lábad alatt. A másik lábad alatt. Másik kar az ügyetlenebbik kezeddel is próbáld meg. Vagy kipróbáld, hogy egyensúlyozod a labdát a könyöködön. Úgy, mint a fakanalat. Fölteszed a könyöködre. Megkeresed az egyensúlyát. Ezzel is lehet forogni ám. Nem olyan könnyű, de azért próbáld ki. És aztán le tudod gurítani a karodon. Megmutatom még egyszer. Ráteszed a könyöködre, és legurítod. Ha ez sikerült, próbáld meg két eszközzel. Van egy labdád, és mondjuk egy fakanál? Legyen egy fakanál. Így forog a fakanál, így repül a labda. A kettő cseréljen helyet. Láb alatt a labda, helyet cserél. Próbáld meg úgy a labdát dobálni, hogy a fejeden van a könyv. Egyik kézből a másikba, vagy esetleg csak annyit, hogy ilyen piciket próbálj először dobni, utána beledobod a másik kezedbe, aztán próbáld meg, hogy a karod alatt átdobod, lábad alatt, szóval próbálkozz, játsz ezekkel. Próbáld meg, hogy hát, ha segít valaki fölvenni, amikor játszol. Vedd föl ezeket, anya, apa vagy a tesó föl tudja neked venni, és küldjétek vissza nekünk. Küldjétek el a tanárnéninek, és megkapjuk tőle. Megnézzük, meddig jutottál. Csinálj csak kettő vagy három trükköt. Mondjuk a labdával, vagy csak a fakanállal, vagy csak a könyvvel, az is elég. Nagyon fogunk örülni.